Olyan hírek keltek szárnyra, hogy akácmézből az idén fele annyi lesz, mint amennyi általában szokott. Ez valóban így várható, illetve erre számíthatunk? Sajnos ez tény és valóság, hogy idén nagyon rossz időjárás körülmények véget. A mi állományunk, amely elég jó kifejlődtek és megerősödtek ahhoz, hogy az akácméz termelést is kivitelezzék, de sajnos pont az utolsó pillanatban, tehát május 1-től ahol a mai napig is azt lehet mondani, hogy az időjárás nagyon rossz áttett, körözbe tett a méhészeknek, és nagyon kevés akácmézünk fog lenni. Elsősorban az éjszakák hidegek voltak, a nappalok is nem melegedtek fel eléggé, tehát a hőfok, az erős lehűlés, továbbá az esőzés, és azt lehet mondani, hogy ez meggátolta azt, hogy a természetből, tehát a virágzás, amikor kivirágzott az akác, hogy nektároljon, és hogy a méhek természetesen, hogy akácmézet hordjanak. Több mint valószínű, egyes helyeken azért lesz, mondjuk rá Lenn Szerbiában, mondjuk rá Zsabari, Velika Plána, esetleg itt fönn Céren, meg hát emelre Pozsarevác vele, ahol nem voltak olyan meglett erős hidegek, mint itten fönt, tehát Észak-Bácska területén, ottan több mint valószínű, hogy ottan körülbelül az a 10-15 kiló akácmézet kibírnak venni, de itten fent Észak-Bácskán több mint valószínű, hogy esetleg a nagyon erős családoktól egy 5 kilót, ha kibírunk venni, de a többiektől úgy gondolom, hogy nem, hanem azt lehet mondani, hogy talán rajzásnak indultak a családjaink, és a méhészet a méhészkedés az idén meglátható, hogy rajcsinálás lesz ebben a periódusban, itt a május periódusban, nem pedig akác pörgetés, vagy akác mézpörgetés. Az utóbbi időben nagyon közkedvelt a repceméz. Mi várható ennek a tekintetében? Tehát repcemézből lesz? A repcemézet elég sokan ráálltak a repce táblákra, és akiknek jó erős családjaik voltak, őnekik sikerült is valamennyiséget megfogni, az 5-10 kilót körülbelül, de sajnos, hogy nagyon sok repce táblán sok méhész is ráfizetett, úgy értve mérgezést kapott, és természetesen a méhállomány az letizedődött, tehát néhol el is veszítette egész kocsit számukra, 40-50 családot is a mérgezés miatt. Na most, hogy csak a repce permetezés véget, vagy még a gyümölcsvirág permetezés is több hozzájárt ahhoz, de elég sok mérgezésünk volt a repce periódusban, úgyhogy nem örömes megyünk a repcére, ez véget, mert elveszítsük a kiáró bogarakat, és utána az akác virágzáskor pedig nincsenek bogaraink, amelyek behordják az akácmézet. Általános fogyasztásra közkedvelt a vegyes virágméz. Ebből milyen termés vagy hozam várható? Hát most továbbá itt még lesznek egy pár virágzások, mint például a sejemkóró vaddohánynak, amit mondunk, utána a fruskagórán a hársvirágzás, és utána az első és a második napraforgó virágzás. Még ha azok a méhészek, amelyeknek sikerül a méhállományt fenntartani, tehát ütőképesen tartani, az azt jelenti, hogy még várható a sejemkóróból is, meg a hársból, aki megy föl fuskagórára, meg hát vannak még itt más virágok is, de különben a napraforgó a talán az a virágzás, amelyre legtöbbet számítanak itt Észak-Bácska területén és Bánátban, és arra is készítsük a mi családunkat, hogy legalább a napraforgóból kivegyünk 10-20-30 kilót, attól függ, hogy milyen erősek lesznek majd a családjaink. Milyen mézfajtából várható mondjuk akkor a legjobb hozam? Hát az idén több mint valószínű majd terv szerint a napraforgóból lesz a legtöbb, de hát majd meg fogjuk még látni, még az is kérdés, mert elég sok napraforgó mag csávázva van, neonikotinoidokkal, meg hát elég sok mérgeket is használnak a mezőgazdászok, hát valahogy korlátban van, valahogy téve, de azért nagyon óvatosnak kell lenni. De úgy gondolom, hogy azért mégis a napraforgó mézből lesz körülbelül az idén is a legtöbb. Na most ezek a mérgek, ezek nem kerülnek bele a mézbe? A mérgek, amelyeket használnak a mezőgazdászok, azok egyáltalán nem bírnak a mézbe bekerülni, azért, mert a méhek, amelyek beszippantsák magukba, azok már el is halnak, és a mézbe egyáltalán, meg a méhtermékükben semmilyen méz, neonikotinoid, semmilyen méreg, semmilyen szulfamid, semmilyen antibiotikum nem bír bekerülni a méhek,
méheken keresztül, esetleg ha csak az ember esetleg nem tenné a mézbe, de hát mi méhesek azt nem használunk, mert fölösleges. Itt Vajdaságban akkor a prognózis szerint mennyivel kevesebb méz lehet, mint általában? Hát most ez változó, ez még ezt nem lehet annyira tervszerűen mondani, meg hát elgondolni sem, majd meglátjuk. Elég sok napraforgó tábla van ültetve, vetve, ami azt jelenti, hogy attól függ, hogy az időjárás milyen lesz, meg hát a még családok milyen ütőképessé lesznek addig, úgy értve, kifejlesztve. De különben a termelés az körülbelül minden évben ugyanaz, az a 10-20 kiló napraforgó mézet bírunk családonként megfogni, vagyis kitermelni, az, ami elsősorban, amit mondtam, hogy az időjárástól, meg hát a család erősségétől függ. Amennyiben kevesebb méz lesz, vagy jelentősen kevesebb méz, akkor ez ki fog hatni a méz árára, esetleg megdrágulhat? Hát figyeljünk ide! A mézet mostan 500-tól 1000-1100-1200-ig áruljuk, ami azt jelenti, hogy a legminimálisabb ár az 500 dinár, és a fajta mézektől, meg a mennyiségtől, amennyit kitermelünk, úgy emelkednek fel egészen 1000-1100-200 dinári. A akászméz az több, mint valószínű, hogy az idén az extra minimum 800, de meg lesz, hogy már 1000-1200 is fog lenni. Ezek a többi mézek azok körülbelül 600 dinár, 600-700 dinári fogjuk majd vesztegetni, árulni, de hát úgy gondolom, hogy az idén sem fog sokkal kevesebb, vagy sokkal több lenni, mint ahogy tavaly volt, azért, mert azért állítom azt, hogy Vajdaságban elég sok földterületben van vetve, tehát napraforgó maggal, tehát lesz napraforgó vénekelegelőnk, ami a főlegelőnk itten fönt Északbácskán.